Nem agydaganat volt, ez a hír terjedt el. Nem agydaganat volt, hát egy 27 éves kislányról beszélünk, töréken, gyönyörű. Kismama 3 hónapos volt a kisbaba, van is, tehát akkor 3 hónapos volt, és este 7-kor rosszul lett, hogy jaj, de fáj a fejem, de hol fáj, hátul fájt neki, és egy óra múlva elájult. Akkor jöttek a mentők, bevitték a Honvéd kórházba, de csak reggel tudták műteni, mert odáig eljutottak, hogy az agyba van valami probléma, azt mondták, hogy megpattant egy ér az agyába, és akkor másnap hajnalba átvitték ugye az agysebészetre, ott fölnyitották, és akkor ez az ér elpattant, és nagyon sok vér szétterjedt. Mellesleg találtak egy kis agytörzsbe egy daganatot, de az a daganat jó indulatú volt, tehát az nem okozta legfeljebb a terjeszkedése a daganatnak. Hát hogy igen, térfoglaló minden daganat és az agyban ezért. Igen, az és legfeljebb az, hogy... Hát nagyon de váratlanul, nem is tudott róla, hogy van. Nem is tudott róla, hogy agydaganat. Nem. Nem, az agytörzsbe úgy megbújik egy ilyen jellegű daganat, főleg egy ilyen fiatalnak, vidáman eléldegélnek. És azt is mondták, hogy nagyon sok ember éldegél daganatokkal a testébe. És ha az kipattan, elterjed, akkor rájönnek, hogy van. De nagyon sok ember, állat, élőlény, minden, hát mindenféle dolgokkal együtt élünk, és vidáman. Hát ő sajnos az 5. nap reggel szóltak az orvosok a fiamnak, hogy menjen be elbúcsúzni. Ugyanis ő ugye kómába tették, őt mesterséges kómába volt. És akkor bement elköszönni, és hát azóta neveljük. De most hogy van a kisgyerek? Hát a kisgyerek szuperul van. 10 hónapos. A fiad egyedül tudja nevelni, vagy nem, kibesegítetek a pároddal? Visszament a mamájához. Visszament a mamájához, ők önállóan laktak. Tehát volt feleségethez visszament. Igen. És ők együtt élnek akkor 3-an. Igen. Igen, együtt élnek ám. Én a és új párommal annyit segítünk, hogy minden második, harmadik nap ő főz, a Fanni főz, és visszük át, hogy ne kelljen azzal is foglalkozni, mert a volt feleségemnek egy működő vállalkozása van, egy ponyva műhelye, és hát azt is csinálni kell. Úgyhogy most egyik karján a kisbaba, mert hát azért csak egy nő kell egy kisbabának, tehát a fiam ebbe belereped, akárhogy akar. Egyszerűen egy őstörvénye van ennek, hogy egy kisbabának, nem tudom, de soha nem éreztem ekkora tiszteletet egy anya iránt, mint most a hiányát érezve, hogy mennyire egy kisbabának a... Az anya kell. És a fiat túl van már a gyászon? Már nem gyászol, hanem dolgozik, és mert ugyanakkor, amit egy veszteség, egy nyereség, szóval azzal a kisbabával nevetni, és játszadozni, bolondozni, szóval az is csoda, az meg a másik csoda. Úgyhogy hegyi hátán ilyen csoda, olyan csoda.